Szóval srácok az olasz kupa utolsó előtti mérkőzéséhez értünk, hiszen ezen kívül van még egy Fiorentina és Juventus 2 nagyobb csapat csatája, viszont most Specia VS Verona lesz, váltsunk át az asztalra, hiszen a megszokott hat helyett négy csomag van itt, méghozzá azért srácok, mert a döntőre hat csomagot szeretnék tartani, illetve oda még van egy plusz egy csomag, reméljük ebből a négy csomagból is meg lesz a győztes, természetesen nem akkor majd hosszabbítás is lesz, és ha maximum akar a döntő, meg majd jövő hétre tolódik, vagy amikor sikerül beszereznem a, 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 szükséges csomagokat, és még egy kicsi aggodalom van benne hiszen hát profi videós módjára Tudjátok, nem töltöttem fel a, a fészkem axiát, úgyhogy lehet, le fog merülni. Ezután felveszek még egy videót, amit csütörtökön fogtok látni, vagyis holnap egy jó kis uh, spanyol bajnokságos 30 szeles es kártyás mérkőzést. Reméljük, oda is kibírja a fészkem. Úgyhogy hozzuk be az eredménnyel az hit még lemerül. Két csomag első félidő, két csomag második félidő. Hát ez egy rövidebb videó lesz, srácok, de a bronzmes mégis csak egy bronz egy Gosens Atalanta, illetve a Rómás Mancinivel kezdünk meg. Úgyhogy Verona, speciális Verona. Van itt egy Empolis, Fiorentina, egy Torinos, illetve egy Interes Dimárko a legvégén a csomagnak. Még egy csomag van az első fél időből, már ez is fura, hogy csak négyet bontunk, de tényleg én úgy gondolom, hogy a döntőre azért mégiscsak hat csomaggal kell készülni. Ugye van nekünk egy Mario Ruin Napoli Verona a kapus? Hát a kapus beállt! Srácok, a kapusok itt az olasz bajnokságban úgy lövik a gólokat a videókban, a az egy 1 vezet a Verona a bronzmeccsen. Spinazzola, Genoa, Genova, utána van nekem egy Atalantás szuperkombó, illetve a végén még egy Atalantás Musso. Úgyhogy az első fél idő kevés csomaggal, kisebb kártyamennyiséggel így is hozott egy gólt. Legalább 1 0 vezet a Verona. Kíváncsi vagyok, hogy a Specia fog-e valamit válaszolni rá. Aztán lehet, hogy itt egy egyel megyünk hosszabbításra. Van egy Genovás Krisztiko, és utána csak Timmét, egy Atalantás Musso, utána Alberto Láció, van még egy Lációs Strákozá, Torinós játékos, illetve Torinos kapusa a legvégén, úgyhogy az utolsó csomag jön, srácok. Elképesztő, az utolsó csomag. Na nézzük, Veneciás, Idoló, csak Timmétek lesznek, Szampodriás, Sánchez, Interből, bolonyás, empolis és veneciás kapus van a végén, úgyhogy a bronzmeccs kevés gólt hozott, de így is jött egy legalább négy csomagból sikerült eldönteni, amire azért nem számítottam. 1-0-ra megnyerte a Verona, úgyhogy legközelebb már az olasz bajnokságos kártyákkal, a Fiorentina VS Juventus lesz, Tudod, srácok ez egy rövidebb videó lett, kb. 3, max. 4 perc lesz, néha van ilyen is, nagyon rég volt már ilyen rövid videó, de tényleg négy csomag bontása nem vesz sok időt igénybe. Holnap, ahogy említettem, nadigás ligás adrenalin mérkőzés lesz még hozzá. Atletico Madrid vs. Real Madrid is a kettő fővárosi csapat fog összecsapni. Nagyon kíváncsi vagyok arra a mérkőzésre is. Megyek fel is veszem. És a tetszett ez a rövidebb videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, amíg nem tettétek meg. És ígérem, nem lesznek ilyen rövid videók, ezen túl csak tényleg ez született így. Úgyhogy holnap találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!